A kommunista rendszer már a keletkezési pillanatában megmutatta valódi arcát, hisz azonnal működésbe léptette a kollektív megbélyegzésen, a gyűlöleten és a kirekesztésen alapuló terrorrendszerét. Több mint 7 évtizedes fennállása alatt mindvégig a terrorra és a félelemre alapozta hatalmát. Amikor a kommunizmus áldozataira emlékezünk, mindannyiunknak nem csak azokra kell gondolnunk, akiket politikai nézeteik, keresztény hitük miatt gyilkoltak meg. Ne csupán azokat vegyük számba, akiket származásuk, családi hagyományaik, múltjuk, neveltetésük miatt öltek meg, akiknek egyetlen bűnük az volt, hogy nem fértek bele az osztályharcon alapuló proletár diktatúra szűk abrocsába, de gondoljunk mindazokra, akiket megaláztak, megtiportak, akiket elkergettek a földjeikről, akiknek elvették a tulajdonát, a megélhetését, akiknek elvették a jövőjét, akiknek összetörték az álmát. És gondoljunk magunkra is, mert minket múltunktól, hagyományainktól, értékeinktől akartak megfosztani, miután elvették tőlünk nemzeti önrendelkezésünket, és évtizedeken keresztül megfosztottak bennünket a szabadságunktól. Vannak mérföldkövek nemzetek, társadalmak történelmébe. Ez a nap egy mérföldkő. Van nekünk a magyar történelmünkben több mérföldkő. Most itt állunk meg, és ez emlékeztet bennünket arra, amire jó emlékezni. Akkor, amikor ezen a napon Kovács Bélát elhurcolta a szovjet katonai egység, mert a magyar kommunista irányítású rendőrség nem tudta megtenni. Tetszenek ezt így érteni? Legtöbben nem így tudják. A magyar országgyűlés akkor nem adta ki Kovács Bélát. Mentelmi jogát nem függesztette föl. A szovjet hadsereg katonái kellettek hozzá. A világ legnagyobb hadseregének itt lévő osztagai. Hogy érezzük magunkat magyarok, amikor ezt észrevesszük? Ugye ez történt velünk. Itt, amikor a kommunizmus áldozatairól beszélünk, akkor valójában egyedi sorsok, egyedi történelmek, egyedi fájdalmak sodródnak össze a nemzet történelmévé. Hol lehet meghúzni a kommunizmus áldozatainak körét? Különösen akkor, amikor azt mondják nekünk, hogy túl vagyunk már ezen, felejtsük el, jöjjön a megbékélés. És ha én Tóth Ilona meg nem született fiának képviselője vagyok, vagy Mansfeld Péter meg nem született fiának képviselője, vagy Brusznyai Árpád meg nem született fiának képviselője, akkor hogyan bocsássunk meg? Hogyan felejtsünk el valamit is? Van-e arra ige, amit ilyenkor mondani kell? Amit ilyenkor mondani kell ahhoz, hogy egy politikai közösség, egy nemzet, mi, akik egy adott időben együtt kell, hogy éljünk, együtt kell, hogy dolgozzunk, mondani tudunk egymásnak. Azért fontos megértetnünk Nyugat-Európával, és azért fontos megértetnünk az utánunk jövő nemzedékekkel is, hogy mit jelent a kommunizmus, hogy mit jelent a kommunizmus áldozatának lenni, és ez milyen következményekkel jár, mert számunkra azok az emberek, akiket a kommunizmus áldozatának neveznek, nem az elnyomás téglakövei, hanem a mi szabadságszobrunk építőelemei.